Nos, kedves hölgyeim, köszöntöm Önöket, illetve köszöntöm a felkészítésben résztvevő, jelen nem lévő AHK-s, MTK-s és NETK-s hallgatókat. Felkészítésünk első alkalmával a információs társadalomhoz, az információs térhez, az infokommunikációhoz kapcsolódó jogi kérdésekről szeretnék egy bevezető előadást tartani. Nyilván erről egy külön fejezet megtalálható a általunk sokszor javasolt NATO tananyagban is, viszont egy kicsit más szemszögből szeretnék bemutatni kicsit bővebben ezt a területet, mert az egyik fő kutatási területünk. A kurzusnak a címe is az a jogok és kötelezettségek a virtuális térben. Nyilván ennek egy jelentős része az jogi szabályozás. Látni fogjuk részben állami szabályozás, részben uniós szabályozás, részben nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettség, de számos más szabályozó tényezőt is látni fogunk a mai napon. Na, vágjunk bele egy egyszerű és sokak által ismert alapfeltevéssel, az információs forradalmakkal. Még mielőtt ebbe belemennénk, kérdezem a jelenlévőket, van-e ötletük, mi a különbség az adat és az információ között? Eltérő fogalmak, közel azonos dolgok jelentenek, de mégis addig nem tudunk tovább menni, mi nem tudjuk, mi a kettő között a különbség. Nyugodtan, nem haragunk, nem lehet rosszat mondani. Kamerán nem látszanak, csak a hangjuk hallott. Mitől több az információ, mint az adat? Na, bátran. Az adatok tények, az információ pedig összekapcsolt adatok, amikből valamilyen lényeges, amit magába foglalja információ, valami tényérték származik. Mint az adatok önmagukban különböző kontextus nélkül nem kezelhető. Tehát leegyszerűsítve ezt az amúgy szép definíciót, mondhatjuk azt, hogy az információ az értelmezett adat. Számunkra az, hogy valami 23 fok, 25 fok, az nem sokat jelent. Azt kontextusba kell helyezni. Akkor válik információvá, ha azzal valamit tudunk kezdeni. Ha azt tudjuk, hogy itt a teremben 23 fok van, az jó. Korábbi példám, ha azt mondjuk, hogy a sörön 23 fokos, az nem jó. Tehát attól függ, hogy az adat milyen kontextusban van, hogy információvá váljon. Ez az információ viszont értéket képez, ahogy látni fogjuk. Ennek a terjedése, másolása az információs forradalmakkal robbanásszerűen megváltozott, lényegében módosult. Nem akarok nagyon belemenni a történelmi előzményeknek, de információs forradalmaknak tekinthetjük a beszéd kialakulását, az írás megjelenését, a könyvnyomtatást, illetve az IT megjelenését. De amiért ebben kitérek, hogy folyamatosan, amikor egy információs robbanást látunk, egy információs forradalom jelenik meg, zajlik be, az mindig egy jogi szabályozás kell, hogy kapcsolódjon. Például írásbeliség megjelenésével szükségszerűen együtt jár a szerzőjogoknak a megjelenése. Valamilyen formában védeni kell ezeket a rendszereket. Ugyanúgy, ha megjelenik a könyvnyomtatás, akkor ezt is, ezt az új technológiát is valamilyen formában szabályoznunk kell. Hiszen ha korlátlanul lehet könyveket terjeszteni, másolni, az abban tárolt információ nem védhető olyan hatékonyan, mint korábban, sokkal lassabb technológiai megoldással, mondjuk a középkori kódex másolással. Erre példa 1710-ből az Egyesült Királyság első szerzőjogi tárgyú törvénye, ezért hívjuk angolul copyright-nak a copyright-ot, azt próbálta szabályozni, hogy ki hogyan másolhat könyvet, hogyan nyomtathat könyvet. Viszont az ebben található információ ezáltal sokkal gyorsabban reprodukálható, terjeszthetővé vált. Említettem a szerzőjogi védelmet. Érdekesség, egy 1886-ban kelt egyezmény, a Berni Uniós Egyezmény napjainkig az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb szabályozása a szerzőjognak. Ahogy említettem, különböző szintű szabályozásról kell beszélni minden kapcsolódó területen, nemzetközi, uniós vagy közösségi jogi, illetve nemzeti szabályozásról. Berni Uniós Egyezmény az egyik legsikeresebb nemzetközi szabályozás, a szerzőjog területén sikerült elérni, hogy jóval több mint 100 ország csatlakozzon ehhez a szabályozáshoz, ugyanazokat a jogokat és kötelezettségeket ismerni kell a szerzőkkel kapcsolatban. Egy szerző külföldön adott műve ugyanúgy, hogy megjelent műve ugyanúgy hazánkban is védett legyen, ne lehessen az korlátlanul terjeszteni, másolni, lefordítani. A szerző engedélye kapcsolódjon hozzá. Hát a negyedik és szempontunkból leglényegesebb információs forradalom maga az informatika megjelenése, mely az életünk minden területére kihat. Létrehozott, jött az internet megjelenésével a kibertér, virtuális valóság,
és ez az elektronikus kereskedelmet, az online bűnözést és számos más területet befolyásolja. Szintén kulcsfontosságú fogalom, amivel többen már találkozhattak, a konvergencia. Konvergencia egyrészt jelenti tartalom konvergenciáját. Korábban különböző analóg tartalmakról beszélhetünk, írtunk egy könyvfejezetet, vagy felvettünk egy hangot, vagy mágnes alapra videót rögzítettünk, most minden nullákból és egyesekből áll. Digitálissá válik folyamatosan analóg tartalom. Másrészt beszélnünk kell a hálózatok konferenciájáról, konvergenciájáról, amely folyamatosan különböző szektorok konvergenciájára alakul át. Mint korábban telefonálni a telefonzsinóron tudtunk, tévét nézni a kábel tévén vagy a műholdon, és folyamatosan minden eszközről ugyanazt a hálózatot érjük el, ugyanazt a protokollt tudjuk használni, ugyanúgy az internetre csatlakozó mobiltelefonról, vezetékes telefonról, kábel tévéről, műholdon keresztül. Ez hatással van a különböző szektorokra. Korábban teljesen külön szektornak számított a távközlés, hírközlés, média. Most folyamatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Csak belegondolunk a YouTube-ra. Hány szolgáltatást nyújt, milyen különböző feladatai vannak az oldalnak. Keresni lehet rajta, fájt feltölteni, kommunikálni, kommentelni. Folyamatosan ezek közelebb kerülnek, ezek a szolgáltatások egymáshoz. Vagy Facebook chaten keresztül lehet kommunikálni, hangot küldeni, vagy akár telefonbeszélgetést is folytatni. Információs társadalom fogalma, erre a versenyen biztosan nem lesz szükség, de nem mehetünk tovább nélkül. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem a nyersanyag, nem a kitermelés kerül a középpontba, nem az emberi erő, hanem az információ, tudás. És erre alapul a teljes gazdaság. 2011-ben a Világgazdasági Fórum egyik jelentése kijelenti, hogy ebben az évtizedben, vagy ebben az évszázadban a személyes adatok felhasználása jelenti a új olajat. Lesz a gazdaság mozgatórugója. Hazánk esetében is láthatjuk, ez egy 2012-es információs társadalom parlamentjén elhangzott előadásból egy kép. Gyakorlatilag a GDP növekedés 25%-át ez az IT, vagy infokommunikációs szektor adja. Jelenleg is a teljes magyar GDP 12%-át adja. Frissebb, illetve más módszertannal készült eredmények alapján ez a szám ez jóval magasabb, növekedésben való része, illetve a GDP-ben való részesedése alapján is. Számos munkahely, több ezer munkahelyet ad, folyamatosan a gazdaság egyik hajtóereje az IT. Ahogy említettem, a különböző információs forradalmakhoz kapcsolódva jogi szabályozás és forradalmian át kellett, hogy alakuljon. Az IT első megjelenéséhez kapcsolódik az első ilyen szabályozási törekvés is. Például 1890-ben megjelenik a Kodak 1-es, az első fényképezőgép. Ez volt az első olyan eszköz, amivel villámfelvételt lehetett készíteni, nem kellett mozdulatlanul állni a kedves érintettnek ahhoz, hogy fényképet lehessen róla készíteni, hanem egy-két másodperc alatt elkészült a felvétel, majd ezt nem kellett az érintett, nem kellett, hogy a fénykép elkészítésére szaktudással rendelkezzen fénykép készítője, nem kellett neki a sötét szobába előkítve felvételeket, hanem be tudta küldeni postán a Kodak központba, és a Kodak előhívta neki a felvételeket, csak a képeket hozta el. Viszont ez egy új kihívással állított a szemben a társadalmat. Fényképet lehetett készíteni az érintett hozzájárulása nélkül. Adatokat lehetett gyorsan kezelni, információt begyűjteni ezek segítségével. Hatalmas lendületet kapott a pletyka és a bulvár újságírás ennek felhasználásával. Például 1890-ben a Harvard Law Review-ban megjelent művében Warren és Brandis már kifejti, hogy a sajtó minden irányba a magántulajdon és a tisztesség nyilvánvaló határait átlépi. Számos új mechanikus készülék alkalmazása azzal fenyeget, hogy valóra válik a mondás, miszerint amit a kamrában elsuttognak, az közhírré tévedik a háztetőkről. Különösen igaz ez az állítás, hiába több mint 100 éve hangzott el, akkor arra gondolunk, hogy milyen új megfigyelési technológiák vannak, milyen információbiztonsági fenyegetettségeket láthatunk, milyen veszélyek vannak, illetve hogy mondjuk mennyi adatszivárgás történt csak az elmúlt egy évben. Az Amerikai Egyesült Államokban ezeket kötelező jelentenzére tudhatjuk, hogy hány szervezet, hány millió személyes adatot veszített el, mondjuk a JP Morgan bankház adatbázisából sikerült kilopni Barack Obama személyes bankkártyájának az adatait, vagy a Sony Tormi korábban meg nem jelent filmeknek a
kópiáit sikerült lemásolni. Már több mint 100 éve felvetődött ez a probléma. Valahogyan, valamilyen formában ezt az új technológiát is szabályozni kellene, jognak foglalkoznia kell ezzel. Ugyanez játszódott le Európában is, nem csak az Amerikai Egyesült Államokban. Fényképezés hatására társadalmi normák változtak meg, a társadalmi igénye alakult ki a szabályozással kapcsolatban. Otto von Bismarck, német, korábbi német kancellár, halálos ágyán készült felvétel, bejárta a német sajtót, és hatalmas botrányokat keltett. Jogosulatlanul készítettek róla felvételt a házában beszökő, zinas, lefizető bulvár sajtósok. A volt kancellárik már eltűnt, de beállították a képet, a feje alá párnát tettek, az órát visszatekerték, hogy pontosan úgy nézzen ki, ahogy a legjobban az újságban el lehet helyezni a képfelvételeket. Gyakorlatilag visszaéltek az érintett magánszférába, felhasználva egy új technológiaújítást. Erre reflektálva jelenik meg az első kapcsolódó szabályozás Európában is. 1908-ban a német szerzői törvény előírja, kötelezővé teszi az érintett képmásának a védelmét. Amit látunk tehát, hogy technológia kontroll nélkül terjedése veszélyeket hordoz magában. Még egy példa az információs túlhatalom, az állami információs túlhatalom szabályozatlansággal kapcsolatban. Második világháború előtt népszámlálásoknál már használták a lyukkártyás készülékeket, aminek segítségével sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban, sokkal több adatot lehetett kezelni. Ebben az időszakban még ilyen kérdés is szerepelt a kérdőjében, hogy mi az ön vallása. De hatalmas adatbázisokat sikerült építeni ehhez kapcsolódva ebben a témakörben. Ezért a második világháború során a német erre szakosodott hatóság testületek hatékonyabban tudták összegyűjteni a zsidó vallású embereket. Például Franciaországban, ahol nem működött ez a lyukkártyás rendszer, csak a zsidó vallások 25%-át tudták beazonosítani és összegyűjteni. Még Hollandiában, ahol egy nagyon hatékony adatbázis állt rendelkezésre ezekről az adatokról is, erről az információról az érintett személyek 70%-át sikerült összegyűjteni. Ugyanezt láthatjuk a 70-es évek technológiai fejlődése során is, hatalmas összekapcsolt állami adatbázisokat hoztak létre, digitális nyilvántartásokat üzemeltettek, amely hatására ismét egy társadalmi ellenszerv alakult ki, így jött létre a 70-es években az első adatvédelmi törvény. 1973-ban a Hessen tartományban tüntetések törtek ki, hogy róluk ne kezeljen az állam minden adatot összekapcsolva. Napjainkig megtalálhatók ezek az alapelvek, mind az Európai Unió adatvédelmi rendnyelvében, mind a magyar nemzeti szabályozásban. Nem lehet korlátlanul adatot összegyűjteni, kezelni az érintettről. Mi szabályozza ezt? Szükség van egyáltalán a jogi szabályozásra? Ezt az érdekes kérdést veti fel Lawrence Lessig, amerikai jogász, filozófus, professzor, aki a Code 2.0 című könyvében foglalkozik ezzel a problémával. Röviden azt mondja, hogy ebben az új kibertérben, ebben az IT által uralt világban központi meghatározó szerepet tölt be a kód. A kód az egyrészt programkódot is jelenti, de az angolban a kód az a törvénykönyvet is jelenti. Ezzel a szócskával fejezi ki, hogy ami technológiailag, technikai oldalról lehetséges, az szabályá válik, törvényé válik, normálvá válik a társadalomban. Ha lehetőségünk van Google Glass-t használni, vagy okoskaróret, akkor azt használni fogjuk, és ez befolyásolni fogja az életünket. Innentől kezdve a jogalkotó maximum rohanhat a technológiai fejlődés után, azt megállítani nem nagyon tudja. Ő azt mondja, hogy ez a kód a teljes online közeg infrastruktúráját jelenti. Mire képes a hardware, a szoftver, milyen protokollok vannak, mi az, amit lehet és nem lehet. Ez kényszerítő erejű, és törvényszerűségeket határoz meg számunkra. Ennek ellenpéle, tehát egyrészt, ha a technológia rendelkezésre áll, akkor használni fogjuk, még ha fordítva fogalmazzuk meg, hogyha nincsen olyan gond, akkor az ügyintéző hiába tudja, hogy igaza van a kedves ügyfélnek, és tényleg lehetne ilyet csinálni, ha a rendszer pont azt a funkciót nem ismeri, akkor hát az nem lehet olyan gond, nincs, próbáljuk megoldani valahogy másképp. A minket körülvevő informatikai eszközök, szolgáltatások meghatározzák a társadalmi normát, viselkedésünket, mit lehet és mit nem lehet. Nyilván, hogyha elfogadjuk ezt az állítást, akkor azt mondjuk, hogy fölösleges a jogász, ne foglalkozunk ezzel a területtel, majd az IT, ahogy a közgazdaságtani felfogásban a liberális megközelítés szerint majd a piac kialakítja a törvényszerűségét, nem szükséges az állami beavatkozás, akkor majd az IT az internet világában megalkotja a saját szabályait, fölösleges szabályozni.
azért látjuk jó pár botrány, jó pár probléma kapcsán, hogy ez nem működik. Azért az államnak be kell avatkoznia. A Vivian Reding, előző európai biztos, digitális ügyekért felelős európai biztos kiemelte, a kibertér nem lehet az úgy vagy nyugat. Nem lehet ez a digitális világ egy olyan terület, ahova nem ér el a jogalkotók keze, ahol nincs jogi szabályozás, ahol az alapjogok, alapvető jogok nem érvényesülnek. Ezt valahogyan át kellene ültetnünk a normál világban elfogadott szabályozást erre az új kibertérre is. Mi szabályozza akkor? Nyilván ide tettem azért a kódot is, hogy bizonyos esetekben azt szabályozzuk, amit tudunk, amire képes az informatika. De azért nézzük a különböző területeket. Egyrészt beszélnünk kell a jogi szabályozásról nyilván. Nemzetközi egyezmények, magyar és európai uniós jogszabályok, bírósági és hatósági döntések, amelyek együttesen alkotják az informatikai jogot, infokommunikációs jogot. Ez egy úgy definiálható jogák, hogy ez egy keresztülfekvő jogák. Ugye beszélhetünk a klasszikus jogágakról, hogy polgári jog, közjog, büntetőjog, stb. Ez egy olyan terület, ami ezzel és azzal is mindennek foglalkozik egy kicsit, tehát a fő jogágakon keresztül fekszik, de mégis egy önálló rendszert alkot, pont amiatt, hogy olyan területekkel foglalkozik ezekből a nagy jogágokból, amire nem tud a jog megfelelő válaszokat adni. Egy kicsit módosítani kell, máshogy kell értelmezni a jogot. Egyetlen példát, hogy hozzak, Berlin Uniós Egyezmény 1886-ban megmondta, hogy a szerzőnek milyen jogai vannak. Aztán megjelenik az internet, sokkal könnyebb, sokkal gyorsabb adatokat másolni, és mondjuk a torrent technológia hatására fel lehet 1 millió darabra vágni egy zeneszálat. Milyen szerzőjogi védettség vonatkozik arra az 1 millió önmagában nem értelmezhető adatra? Mi van, hogyha én egyszerre 1000 másik torrent használótól másolok egyetlen MP3 számot? Akkor én egy védett művet másolok, vagy sem? Önmagában az a kis darab nem értelmezhető. Tehát számos olyan új jogi kihívás jelenik meg, amivel a hagyományos jogi felfogás, a hagyományos szerzőjog nem igazán tud megküzdeni. Vagy büntetőjogban, ha én megosztok egy zeneszámot torrent hálózaton, nem tudom számolni, ténylegesen megállapítani, hogy az hányan töltik le, hogy hány rendbeli jogsértés történik, szerzőjogi jogsértés. Mennyi ennek az értéke, mi a kárérték, amit én okoztam? Mi van, ha soha senki nem töltötte le, akkor én okoztam azzal kár? Mi van, ha 10 000 letöltik? Mi a valós kár? Beszorozhatom egyszerűen a szoftver, vagy a mozi, vagy film esetében a egy darab mozi egy árát 10 000-re, ha 10 000-re töltötték le? És mi van, ha többen nézték meg azt az egyletöltést? Tehát érzik, van egy ilyen probléma, hogy a klasszikus jog nem tud minden területre kitérni. Egyrészt másképp kell értelmezni a hagyományos szabályokat, másrészt új szabályozásra van szükség. Ilyeneket láthatunk például IT biztonság területén, vagy néhány területen, amire mindjárt élek. Lényeg, hogy jegyezzük meg ezt az infokommunikációs jog kifejezést, ez az egész terület szabályozását kifejezi. Másik nagyon fontos, és nem szabad ezért elfelejtkezni, az önszabályozásról, mint területről. Ez azt jelenti, hogy az állam nem akar mindenbe belenyúlni. Nagyon macerás egy ilyen gyorsan fejlődő területre jogszabályokat alkotni, mire elkészül a jogszabály, megvitatják, megértik a kedves parlamenti képviselők, legyen az uniós parlament, vagy magyar nemzeti parlament, hogy miről is akarunk jogszabályt alkotni, addigra az IT gyorsan tovább lépve, már más a kihívás. Mire megszületett a kötelező előírás, hogy figyelmeztetni kell a felhasználókat böngészőben, hogy ez az oldal kukikat használ, elmenti a minden rólam elérhető információt az oldalon, mire kattintottam, mire kerestem rá. Kötelezővé tették, mint egy 3 éves procedúra végére, hogy minden böngésző, minden oldalon feltegye, hogy ez az oldal kukikat használ és követ téged. Mire ezt kötelezővé tették és elérhetővé vált kezünkbe ez az eszköz, hogy ez ellen tegyünk, addigra az IT már rég nem ezt használja azonosításra. Teljesen más beállításokat követ, nem a kukik alapján fogja azonosítani a felhasználókat. Tehát a jog az messze hulló, lemaradva az IT mögött. Ezért az önszabályozás egy nagyon hatékony eszköz lehet bizonyos esetekben. Itt emelnék ki a domain szabályozást, amikor az iparág szereplői összeállnak és kitalálják, milyen szabályoknak kelljen, hogy kelljen, hogy megfeleljen egy új szereplő. Nyilván az államnak itt az a probléma, hogy nem igazán tud ebbe beavatkozni, még részletesen ki fogunk erre jönni, de egy példát, hogy mondjuk az elején, Magyarországon, amikor volt informatikai és hitközlési minisztérium, aminek a rövidítése IHM, szerettek volna lefoglalni ennek egy domain nevet, az ihm.hu. Viszont ott az Illich Hónagy ügyi együttes már rendelkezett egy honlapban.
nem állami szabályozásról beszélünk. Nem tud jogot alkotni a kormány a doménnév szabályozásra. Innentől kezdve nem volt más megoldás, mint az Irifónőmégynek egy üzleti ajánlatot kellett, hogy tegyen a magyar kormány, meg kellett, hogy vásárolja sok millió forintért ezt a doménnevet. Hiszen az államnak nincs beleszólása ebben a területben, ez teljesen az iparág szereplője alatt. Érezzük, hogy ez nem mindig megfelelő a kormányzatnak. Számos szakmai és iparági etikai kódexet láthatunk az újságírásban, televíziós közvetítésben, bankok esetében számos ilyen önszabályozás láthatunk. Szintén nagyon fontos fogalom a társ szabályozás. Azt mondjuk, hogy nem lehet mindent csak joggal körbeírni. Nem mondhatja meg az állam, hogy mit kell, vagy mit lehet tenni. De nem lehet teljesen magára hagyni se a területet, mert akkor nem arra fog menni, amerre a stratégiai célok, állami politikai célok szeretnék. Legyen társ szabályozás. Mondja meg az államhoz alapelveket, jogszabályban rögzítsük a legfontosabb feltételeket, a többit meg hagyjuk önszabályozásra, hogy helyszínten kitalálják. Például gyermekek védelme a médiában, törvény előírja, bizonyos esetekben 16-os vagy 18-as karikát kell az adott műsorszámra tenni. De azt már nem mondja meg, nem megy le, nem értelmezi egyes filmek esetében a jogalkotó, hogy az most 16-os vagy 18-as karika, azt rábízza a szakmára, hogy ő határozza meg, ők sorolják meg. Például a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete jogi szabályozás alapján működik, de egyébként önszabályozást valósít meg a saját területükön. Ha már a jogi szabályozásból belementünk egy kicsit itt, a nemzetközi egyezményeket nézzük meg, ezt követően elsősorban az uniós jogszabályokra térnénk ki, illetve nagyon-nagyon röviden kapcsolódó magyar szabályozásra. Csak néhány nemzetközi egyezményt, illetve szervezetet gyűjtöttem ide ki. Azt mondjuk, hogy jogok és kötelezettségek a kibertérben. Ez lenne a fő témánk. Nagyon nehéz erről bármit mondani. Kezdjük egy gyakorlati példával. Van egy ausztrál úriember, akiről az ő fő ellenlábasa elkészít egy fényképet, és feltölti ezt egy amerikai blog szolgáltatóra Németországból. Tegyük fel, hogy az ausztrál üzletember anyukája megtekinti ezt a felvételt Svédországban, vagy Japánban, sokadik országban. Hol keletkezett a jogsértés? Valakiről valótlan állítunk az interneten, vagy felteszünk egy sértő fényképet. Hol keletkezett a jogsértés? Ott, ahol megtekintette a kedves édesanyja Japánban? Vagy mindenhol, hiszen az egész földön elérhető az a weboldal? Ott keletkezett a jogsértés, ahova feltöltötték? Mondjuk Németországban töltötték fel? Vagy ahol éppen most a fájl található? Az amerikai szerveren? Esetleg Ausztráliában, amikor lefényképezték az illetőt? Ha tegyük fel, hogy ezt sikerülne meghatározni, akkor el kell dönteni, hogy melyik ország jogát alkalmazzuk. Ausztrál jogot, mert ott fényképezték, az amerikai jogot, mert ott van a fájl, japán jogot, mert ott tekintették meg, tehát ott került először ember elé az a felvétel, vagy az a hír. Esetleg a német jogot, mert ott töltötte fel arra a szerverre az Ausztráliában elkészített képet. Tehát látjuk, hogy nagyon-nagyon macerás ez az egész. Szintén található a klasszikus jogelvek, ha megtekinti ezt egy nemzetközi paros hallgató, nemzetközi adományokat folytató hallgató, akkor biztos mondja, hogy számos nemzetközi egyezmény van. A kollíziós jog, a nemzetközi magánjog szépen meghatározza, hogy ebben az esetben melyik ország joga, melyik ország bírósága, mely jog alapján járhat el. Egy ilyen sokszorosan összetett esetben ezt meghatározni, fizetni az ügyvédi költséget, fordításokat megoldani különböző nyelvek között, nagyon-nagyon macerás. És azáltal, hogy kibertérről beszélünk, minden össze van kötve mindennek, rengeteg ilyen eset fordul elő. Nem igazán tudjuk ezt normális keretek között tartani. Már nem arról van szó, mint a klasszikus bécsi vételi egyezményben, amit kitaláltak, vagy a II. Római egyezményben. Nem árukat akarunk egyik országból a másikba mozgatni, hanem villámgyorsan kommunikáció zajlik, és az villámgyorsan megváltozik. Mi van, ha nem is valódi az a fénykép, ami miatt az egész elint? Mi van, ha ez egy photoshopot kép volt? Mi van, ha az érintett mégis hozzájárul, csak én ezt nem tudom bizonyítani? Tehát számtalan olyan kérdés vetődik fel, ami miatt ezek nagyon nehezen alkalmazhatóak. Úgyhogy leginkább csak a fő alap elveket rögzítik ezek az egyezmények. Például első az 1980-ban született OECD adatvédelmi egyezmény. Magyarország az egyik legszigorúbb adatvédelmi szabályozással rendelkezik Európában. Európában van egy adatvédelmi irányelv. De ez csak az európai országokra vonatkozik, illetve az Európai Bíróság egyes ítéletei szerint bárkire, aki európai adatokat kezel. De azért a világ ennél sokkal nagyobb.
számos amerikai szolgáltató az a amerikai kontinensen üzemelő szervereken kezel adatokat. Akkor rá mi vonatkozik? Az OECD tagországok magukra nézve kötelezőnek fogadnak el bizonyos alapelvárásokat. Azok például a OECD egyezményből kifolyólag a tájékoztatáshoz való jogot, mi az, hogy adatkezelő, milyen jogalapjai lehetnek az adatkezelésnek. De ezek minimum szabályoknak tekinthetők. Következő az ITU, ez a International Telecommunication Union nevezetű egyesület, ami gyakorlatilag a távközlés területén tölti be a szabványosítás funkcióját. Ez egy olyan nemzetközi szervezet, amiben delegálnak a különböző országok képviselői, hírközlésre, távközlésre foglalkozó képviselői tagokat, és itt közösen szabványosító feladatokat, jogszabály, előkészítő feladatokat látnak el, kitalálják, hogy hogyan lehetne hatékonyabban, jobban együttműködni a különböző hálózatokban. De ez megint csak egy szűk terület, és csak az alap elveket tudják meghatározni. Hogyan is működjön ki a működjön a rádiós kommunikáció, milyen frekvenciákat mire használjanak, hol legyen a vészfrekvencia, a vészhívás. Csomó területre részletszabályokra nem tud kitérni. Ha a bűnözés területét nézzük, 2001-ben így Budapesten nálunk fogadták el a Budapest Convention, vagy Budapesti Egyezményt a számítógépes bűnözésről. Nagyon régen volt már 2001 és 15 éve. Az akkor látható legfontosabb területeket szabályozza, próbálj egy definíciót adni a kiberbűnözésnek, mit jelent a számítógépes bűnözés, mik a legfontosabb olyan cselekmények, amiket büntetni rendel, milyen tényállásokat hogyan kell értelmezni a számítógépes környezetben. Ehhez szintén csak azokban az országokban tudunk nyúlni, csak azokban az országokban lehet ezt alkalmazni, akik csatlakoztak ehhez az egyezményhez, akik nem írták alá, tehát olyan országból követik el az adott bűncselekményt, ha nem nagyon tudunk mit kezdeni. Például ebben a Genfi versenyben is meg kell néznünk azt, hogy olyan országból érkezik-e mondjuk egy támadás, ami aláírta a Budapest Egyezményt, ennek megfelelően bűncselekménynek minősül-e az adott ország az adott tevékenység. Ha azt mondjuk, hogy igen, az adott tagország egyébként elfogadja az Interpol segítségét, ami szintén csak egy koordinációs tevékenységet végez, tehát ez nem önálló bűnüldözési nyomozati szervezet, pusztán koordinálja a nemzetközi bűnüldözést, összekapcsolja, felületet ad a különböző tagállami nemzeti hatóságoknak, hogy azok egyeztessenek és együttműködjenek adatok cseréjének. Például ennek az európai szervezete, ettől független, de ez hasonló európai szervezet, az Europol, az Európai Unió hoz tartozó tagállami rendőrségek különböző adatbázisait próbálja összekapcsolni, kódolt formában az új lenyomatok megtalálhatóak ebben, ha valaki ellen európai szintű körözést adnak ki, akkor feltöltheti a tagállami rendőrség azt az új lenyomatot a központi adatbázisban, valahol máshol, egy másik országban az illetőt megállítják és új lenyomatot vesznek tőle, akkor látni fogják, hogy ez már benne van ebben a központi adatbázisban. De az Interpol, mert az Europol önmagában nem nyomoz, csak egy felületet ott közvetít. Legalább ilyen szintű együttműködésre számítunk. NATO, Észak-Atlanti Katonai Szövetség együttműködés számtalan esetben hasznos segítség lehet itt a versenyen, és az egyik legfontosabb alkalmazható szabály a NATO alap okmányának, vagy alapító okiratának az 5. cikkelye, ami azt mondja, hogy ha egy országot támadás ér, akkor segítségünk hívhatja a többi tagállamot, megvédje a szövetség a saját tagjait. Ebbe beleértik már a kibertérben történő támadást is. Ez megint igen érdekes kérdéseket vet fel. Számítógépes támadás ér engem. Nem tudom, hogy honnan. Túlterheléses támadással áll a teljes pénzügyi rendszerem, nem tudok. Mondjuk a távközlési rendszerem is megbénul. Ott állok. NATO segítségét kérem. Kit támadjak? A tavalyi példában Fehéroroszok IP címekről érkezik a támadás. Akkor én egy NATO tagállam kérhetek támadást, vagy javasolhatok támadást Fehéroroszország ellen, csak azért, mert az ő IP címeit használtam. Néhány héttel a tavalyi verseny után a lengyel állami repülő társaság, nem volt egy hideg. Lényeg, hogy a helyi Malév, a lengyel Malév ellen egy kibertámadás indult, és a támadó, túlterheléses támadást folytató gépek egyharmada magyar IP címről érkezett. Nyilván nem Magyarország akarta megtámadni, hanem itt annyi fertőzött gép van, egyes felmérések szerint
több mint 40%-ban Magyarországon működő számítógépeknek fertőzött, zombi hálózat részeként működtethető. Teljes támadás egyharmada Magyarországból indult. Akkor a, tegyük fel, Magyarország nem lenne NATO tagállam, akkor Lengyelország kérhetné, hogy Magyarországot támadják meg, mert innen indult a támadásuk egyharmada. Meg egy olyan területen vagyunk, hogy igen, persze, nyúlhatunk a NATO-hoz, segítségül hívhatjuk a katonai válaszcsapást, és akkor az is milyen válaszcsapás lehet? Informatikai térben? Blokkoljuk teljes Fehér Oroszország teljes internetes forgalmat? Hogyan szabályozzuk, hogy milyen szintű együttműködésre van szükség? Nyilván ebben nem akarok belemenni nagyon részletekbe, egyrészt mert nem értek hozzá, másrészt itt a felkészítés során majd szeretnénk a NATO és kapcsolódó együttműködés és szabályozással foglalkozó személyt hívni. Én így egyszerű mezei kommunikációs szakjogászként ennyit tudok elmesélni a témában. Következő a TRIPS egyezmény. Hallott esetleg valaki erről? Trade Related Aspects of Internet of Intellectual Properties. Ez a TRIPS. Magyarul a Berni uniós egyezményt, ami 1886-ban született, rájöttek a tagállamok, hogy valahogy változtatni kéne. Viszont, mivel 1886-ban kötötték eredetileg 10-valahány ország, eszükbe nem jutott, hogy ezt a nemzetközi egyezményt később esetleg változtatni kell. Nemzetközi jogban nincs olyan, mint az uniós jogban, hogy tagállamok mondjuk kétharmadának, vagy a jelenlévő országok, a képviselők kétharmadának szavazatában lehessen változtatni. Ez egy nemzetközi egyezmény. Minden tagország önálló szavazattal bír, döntéssel bír. Ha van több mint 100 ország, aki aláírta a Berni uniós egyezményt, és egyetlen egy kis csendes óceáni tagország nem ért azzal együtt, akkor nem lehet megváltoztatni a Berni uniós egyezményt. Miért ne értene egyet egy kis csendes óceáni ország? Hát ha van egy nagy hollywoodi filmgyár, akinek nem tetszik az adott szabályozás, és néhány millió dollárt felajánl egy icipici kis szigetnek, hogy megkapod ezt a pénzt, hogy nemmel szavazol, ami megtörténik a valóságban is, akkor egyszerűen megakasztják ezzel a jogszabály fejlődését. Ott van az 1886-os egyezmény, nem tudnak hozzájönni. Mert minden ország teljes egyetértése lenne ehhez szükséges. Inkább alkottak egy új egyezményt 1995-ben, ezt a TRIPS egyezmény. Számos területet szabályoz, de számunkra legizgalmasabb, hogy az adatbázisok nemzetközi védelmét megpróbálja megteremteni. Az adatainkat, az információt adatbázisokba pakoljuk, mikor lehessen ezt védeni? Rendelkezzen-e önálló védelemmel? Korábban csak a önállóan védendő művek adatbázisba rendezése esetén gyűjteményes műként lehetett ezeket védeni. Én összegyűjtöttem Petőfi legszebb borozós verseit, és ezt kiadtam egy kötetbe, akkor azért volt védett az a kötet, mert egyenként szerzőjog védelem alá eső műveket gyűjtöttem össze. Mi van egy telefonkönyv? Mi van egy olyan adatbázisra, aminek nagyon magas a fenntartási költsége, folyamatosan változik, egy csomó pénzt költök arra, hogy az én adatbázisom friss legyen, napra kész legyen. Mondjuk egy lakcímnyilvántartás, országos lakcímnyilvántartás. Benne lévő adatok nem szerzőjogvédettek. Senkinek sem a művészeti kultúra és tevékenységének az eredménye. Egyszerű adatok. Így tudták először kimondani 95-ben, hogy ez is egy védelendő érték, nem lehet csak úgy másolni egy adatbázis. Szintén egyrészt 95-ös, másrészt számos ország másképpen értelmezi, mint mi itt Európában, és nem is mindenki írta alá. Megint az a probléma ezekkel a nagy nemzetközi egyezményekkel, mivel ha egy ország nem írja alá, és onnan érkezik egy támadás, vagy onnan másolják le az adatbázisokat. Akkor klasszikus kereskedelmi egyezmények, bécsi vételi egyezmény, római egyezmény, nyilván valamit próbálnak tenni az elektronikus térben történő kereskedelmek kapcsolatban is, de azért ez korán sem elegendő szabályozás. Az EU-s és a magyar jogszabályokra kicsit később próbálok kérni, de inkább csak címszavakban meg telik az időn. Tud valaki időt mondani, mennyi van még vissza? 4 óra. Nagyon szuper. Jó, megbeszéltük, hogy mi szabályozza. Kérdés, kit szabályozzon? Megint egy izgalmas kérdés. Azt mondjuk, kell a jogi szabályozás, nem elég a technológia, de mégis kihez nyomjunk, kit bántsunk? Egyik lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy a tartalom szolgáltatóját, a tartalom előállítóját vegyük elő, hiszen ő az, aki feltölti azt a tartalmat. Ez viszonylag egyszerű, egy tájékoztató, szórakoztató tartalom esetében, média tartalom esetében. Azt gondolnánk, utól lehet érni mondjuk az RTL-t vagy a TV2-t, amikor egy tartalmat sugároz a tévében.
gyakorlatilag már ez sem teljesen így van. Az RTL 2 már nem Magyarországon bejegyzett tévécsatorna, hanem vagy az Ofcomon át tartozik, tehát Angliában működik, és az angol média hatóság járhatná a vele kapcsolatos ügyekben, vagy korábban a Kult TV, illetve számos más adó, AXN talán még mindig, Romániában jegyeztetik be magát. A román hatóságot nem igazán érdekli, hogy milyen nyelven, vagy hogy számára nem érthető nyelven, magyar nyelven, Magyarországra irányuló tartalom, az mit sugároz, mi van benne. A éjjel-nappal Budapestben, vagy a nem tudom milyen műsorokban milyen nyelvezetet használnak, milyen termékeket mutatnak be, mennyire erőszakos, vagy mennyire nyíltan szexuális tartalmat sugározó tévéhatásról van szó. Egyszerűen a magyar jog hatása alól kimenekül a tartalomszolgáltató. Innentől kezdve a Magyar Média Tanács, vagy a Nemzeti Média és Hirdetési Hatóság nem tud eljárni vele szemben. Fordulhatna nemzetközi megkereséssel az angol hatósághoz vagy a román hatósághoz. A román hatóság megismeri a nyelvet, nem fogja tudni megállapítani minden egyes egyedi ügyben, hogy történt-e jogsértés vagy sem. Innentől kezdve különösen probléma nélkül a Való Világnak, a Big Brother és hasonló műsorok a külföldön bejegyzett csatornákon is tudhatni. Nehéz utolérni a tartalomszolgáltatót. És ha nem is egy média adásról beszélünk, hanem egy egyszerű blog bejegyzésről, kommentről. Hát ott meg aztán végképp lehetetlen úttal érni. Ezzel kapcsolatos érdekes magyar bírói döntés volt az, hogy az adott híroldal felelős a cikke alá kommentelt tartalomért. Innentől kezdve minden híroldal letiltotta a kommentet a cikkeihez. Mert ha Nagy Jóska egy nem létező e-mail címről, vagy egy egynapra létrehozott free mail címmel oda kommentel valamilyen tartalmat, ami sértheti a cikkben szereplő személyiségi jogai, és a híroldal ezt nem naplózza, nem távolítja, akkor ellene eljárást lehet indítani. Egyébként ezzel kapcsolatban most jött ki egy új európai bírósági döntés, ami ezzel finomít, nem minden esetben és nem általánosságban lehet ezért felelősséget tenni a hírszolgáltatókat, a híroldalakat, de lényeg az, hogy a tartalom szolgáltatóját nagyon nehéz utolérni többnél. Van, ki más szabályozhatunk, van-e valakinek ötlete? Hanem a tartalom előállítója. Semmi ötlet. Közvetítő szolgáltatót. Például, menjünk sorba. Ahhoz, hogy én le tudjam tölteni az adott híroldal adott cikkét, kell egy hozzáférés, egy internet szolgáltató. Az lehet a mobilnet szolgáltató, az lehet egy kábel internet szolgáltató, vagy lehet egy telefon, vezetékes telefon szolgáltató, akinek az internet szolgáltatását igénybe veszem. Tehát a hozzáférés szolgáltatóhoz fordulhatunk, azt mondjuk, ha valami jogellenes történik, jól megbüntettem azt, aki az internetet odaengedte hozzá, hiszen ő a tudás, azért tudok feltölteni. Nyilván látjuk, ez sem az egyetlen üdvözítő megoldás, mert akkor onnantól kezdve megszűnne ez a piac, senki sem kötne be sehova internetet, hogyha ő tudnánk szabályozni. Tárhelyszolgáltató. Na ez már egy fokkal hatékonyabb, számos esetben a tárhelyszolgáltatót veszünk elő, ha olyan tartalom kerül fel, ami jogellenes lenne. Tartalomszolgáltató feltölti a tartalmat a tárhelyre, a tárhelyszolgáltatót megtaláljuk, mert azért érhető az interneten, mert ott van azon az oldalon. A tárhelyszolgáltatóan mondhatjuk azt, hogy ezt törölje. Ez lehet szerzőjogi esetekben, például a Notice and Takedown vagy értesítési és eltávolítási eljárás keretében a tartalom jogosultja, szerzőjogi jogosultja kérhetik, hogy az adott tartalmat távolítsák el. Biztos láttak már ilyet a YouTube-on, megnyitnak egy korábban működő linket, korábban ott egy szép zeneszám szólt, most meg kiírja a fekete képernyő előtt is fehér betűkkel, hogy a tartalmat szerzőjogosértés miatt eltávolítottuk a akármilyen stúdió kérdésére. Fordulhat szerzőjogi jogosult tárhelyszolgáltatóhoz, hogy távolítsa el a jogellenes tartalmat. Ugyanúgy tárhelyszolgáltatót lehet követelni, hogy mondjuk bűncselekmény esetében az adott tartalmat eltávolítsa. Őt viszonylag könnyen utolérjük. Mi van a kereső szolgáltatókkal? Szinte egy izgalmas kérdés. Sokáig a Google-ből úgy lehetett MP3 számokat letölteni, csak rákerestünk a számra, és a találatok meg rámutattak orosz vagy kínai szerverekre, rákattintottam a linkre, és az MP3 számot egy az egybe letölthettem. Azt mondta a Google, ő csak megmutatja, hogy egy másik oldalon mi van. Ő ezért nem felel. Hát több bírósági döntés is kimondta, hogy dehogy nem. Ő hozzásegíti a jogsértéshez, kedves felhasználót, azáltal, hogy megmutatja a linket.
Úgyhogy például most Google találatok között nagyon nehéz olyanokat találni, amikor a jogsértelmi alapról mondtak. Fontos, hogy jelenteni lehet a Google-nek, ha a találatai közül valami jogsértő tartalomra mutat, és akkor azt szépen eltávolítják. Ugyanúgy például személyes adatokkal kapcsolatban is egy viszonylag friss bírósági döntés született, a Google Spain ügy, amiről a kedves hallgatók adat és kibervédelem közigazgatásba tárgy keretében mindent meg fognak tudni és részletesen ismerni fogják. A Google Spain ügyben kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy a Google ugyanúgy adatot kezel, hogyha arról magánszemélyre adatokat tesz közé, a találatot mutat meg, akkor is, ha nem ő volt a tárhelyszolgáltató, nem ő volt a tartalomszolgáltató, akkor egyszerűen azt találatként megjelentette. Jó. A kereső szolgáltató tipikusan a Google, ki megmutatja, melyik tárhelyen mi van. Eddig érthető, igaz? A tárhelyszolgáltató a blog.hu vagy egy web szolgáltató vagy egy feltőszolgáltató, aki azt mondja, hogy itt az én tárhelyem, ha fizetsz rá, sokhoz valaki. Negyedik a gyorsítótár vagy cache szolgáltató, ami azt jelenti, hogy felgyorsítja az internet működését, tükörmásolatokat hoz létre különböző szervereken, ennél sokkal többet nem kell tudni önöknek erről. Végül szabályozhatjuk a felhasználót is. Bár lehet mondjuk büntető jobb oldaláról megfogni a kedves felhasználót, aki hozzáfér ahhoz a tartalomhoz és letölti arról a tárhelyről. Például informatikai rendszer vagy adat megsértése esetén tipikusan a felhasználót, azt a személyt büntetjük, aki belép arra a rendszerbe, vagy jogosultsága, hogy megfelelően bent marad abban a rendszerben, és ott valamit tesz, töröl, jogosulatlanul hozzáfér valami adathoz, akkor ott a felhasználót próbáljuk utolérni. Tehát a másik fő probléma ez az infokommunikációs joggal, amellett, hogy nem igazán tudjuk, hogy hogyan szabályozunk, mivel szabályozunk, hasonlóan tudjuk, hogy kit szabályozunk. És akkor ilyen kérdésekre nem is tudom tértem ki, hogy a végrehajtással kapcsolatban, a jogi érvényesítéssel kapcsolatban mennyi probléma van, melyik hatóság legyen jogosult. Az egyik ilyen érdekes jogeset, szintén az itt jelenlévő hallgatók által cégig tudni fogja a teljes jogesetet, amikor Magyarország a Veltimo ügyben, nagy eljárást indított a Veltimo társasággal szemben. A Veltimo egy Szlovákiában bejegyzett magyar ingatlanokat hirdető oldal volt. Azzal a hirdetéssel, hogy egy hónapig ingyen se hirdetettem azon az oldalon az ingatlanomat, több ezer magyar felhasználó csábított az oldalára, az oldal csak magyarul volt elérhető, németországi tárhelyen futott, magyar hatóságokkal kapcsolatot tartott a két Magyarországon lakó tulajdonos. De egy szlovák cég volt maga a Veltimo. Kedves felhasználók regisztrálták az ingatlanjaikat, eltelt az egy hónap, nem tudták törölni magukat. Nem volt olyan gomb az oldalon, hogy törlés. Én tovább nem kérem a hirdetést. Viszont egyszer csak jött a számla, meg a következő számla, meg a következő számla, mivel ezt nem fizették be, ezért jött a végrehajtó érvényes végrehajtási bírósági döntéssel, tehát végrehajthatja a követelést. Úgyhogy érdekes volt ez a helyzet is. Kérdés az az, hogy a magyar hatóság eljárhat-e jogellenes adatkezelés miatt a Veltimo cég ellen. Magyar felhasználók, magyar nyelven elérhető weboldal, magyar reklám, magyar tulajdonosok. De szlovák cég. A Magyar Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság eljárt. A szlovák cég megközölte, hogy nincs joga eljárni, magyar jog alapján meg főleg nem, mert rá a szlovák jog vonatkozik, Szlovákiában működik. Európai Unió Bírósága két évig tárgyalta az ügyet, míg végül azt mondta, hogy mivel a fő gazdasági tevékenysége Magyarországra irányult, ezért a magyar hatóság is eljárhatott, de egyébként, ha a fő gazdasági tevékenysége mondjuk más országra is kiterjedt volna, nem csak magyarul lett volna elérhető, és nem csak magyarokat verált, hanem három másik ország tagjait is, akkor már csak a szlovák hatóság lenne jogosult eljárni. Ez meg azért érdekes, mert ugye végre